1-2-3, csáda! A szólásszabadság jegyében szeretnék pár szót mondani egy percben erről az új lemezről, amelyben azt hiszem, hogy mindannyiunk véleménye megegyezik. A lemez egyik fontos eleme az Uboy Brass megjelenése, amely tulajdonképpen egy Friends Child Project. Egyrészt már nagyon sok barátomnak a gyereke szerepel a zenekarban, és hát fantasztikus, hogy a zenekar teljes egyetértésben hozzászólt ehhez a dologhoz, és így mindenki beleegyezett abba, hogy a létszámát ilyen nagyra növeljük. A groteszk elemeken kívül, amiket megszokhattunk az Ubolyban, fantasztikus, komoly zenei utalások is lesznek. Szeretnénk bemutatni a Hodály módszert. A Hodály módszer lényege az, hogy ilyen nagy stúdióban veszük föl az új zenénket, és az egész világot bele tömörítjük ebbe a Hodályba. A lemezünkön található vendégsereg közül kiemelném Okazaki Maszatót, aki fűrészelni fog a lemezen, és röviden annyit, hogy a szokásos meglepetésekkel szolgálhatunk. Nem tudom, hogy van valakinek mondani valója ezzel kapcsolatban. Teljes az egyetértés. De akkor a billent is szakszolunk annyira. Hogy amikor... Amikor a dolgok is... A busa 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 is... A bus